Több mint 200 birkát tart az Antunovics család. Makhetesi gazdasági udvarukban telelt át a nyáj, mostanra csak a bárányok maradtak ott. A családfőre várva annak unokája mutatta meg a jámbori jószágokat. Miután megérkezett, Antunovics Mihajlóval együtt mentünk ki a tetthelyre. Itt a makhetesi erdőben a magyar határtól néhány száz méterre, ebben a kunyhóban él a juhász, aki csütörtök este fél tíz tájban kutyaugatásra lett figyelmes, azt hitte, hogy vaddisznók akarják megtámadni az itt található birkákat, ezen az ajtón jött ki, itt mindjárt leteperték a betörők, a rablók, és súlyos testi sérüléseket okoztak neki. Ezt követően kinyitották a kaput, és 10 birkát pakoltak fel egy autó utánfutójára. Az anyagi kár 1000 euró körüli a gazda szerint, mivel úgy számol, hogy egy élő birka 100 eurót ér. Ennél azonban Antunovics Mihajlót jobban bántja az, amit a juhászával műveltek. Már ha el akarták vinni, minek bántották bár az embert? Ha megkérdezték, az mellett még. Mit mondtak a rendőrök? Hát a rendőrök voltak kint, sokat nem mondtak, akik nekünk csak voltak kint, megfővették az adatokat, és elmentek. Azóta semmi tovább most nincsen, most, hogy mi lesz ebből, nem sok haszon lesz ebből, én úgy nézem. Mit gondol, tudnának esetleg a polgárok segíteni, hát hogy ezt, valakit, hogy... Ezt várom, ha már pótkocsin vitték, az csak valaki láthatta a birkákat is. Ha valaki látta, bár az jelentkezne, vagy valami. A telefonszám 550-503. És arra, ha valaki valamit tud bele, én kérem, hogy jelentkezzen már. A nyáj az erdő melletti tisztáson legelészik, a bűncselekmény helyszínétől fél kilométerre. Most is az a juhász, Mátin Ivica őrzi őket, akit alaposan helyben hagytak, majd meg is kötöztek a rablók. Jó, igazából, de idegen vérzsem, jó, hiszem, vikom ennyi, miért csúti. I onda me vezali su me, prosu me ruke kako se ležem na stomaku i onda su me povezali ovako, tu povezali noge i ruke zajedno ovako, sa kanapom, i uneli i bacili me tamo u to predsoblje. Csupa kék-zöld, az arca és a szeme is fel van dagadva a veréstől, a kezén is a kötél okozta sérülések láthatók. Azt mondja, miközben a fejét ütötték, majdnem meg is folytották. Szerinte hárman lehettek az elkövetők. A mobiltelefonját és a pénztárcáját is elvették. Fél óráig pakolták fel a birkákat, utána még benéztek és azt mondták az áldozatnak, reggel úgyis megtalál és eloldoz a gazdád. Végül addig mocorgott, amíg a lábait, aztán meg a kezeit is kiszabadít. Éjszaka elgyalogolt a nyáj tulajdonosához, és onnan értesítették a rendőrséget. A juhász azt is elmondta a hatóság embereinek, hogy az egyik elkövető hangja ismerős volt neki. Mátin Ivica szerint csak is olyan lehetett a tettes, aki jól ismerte a kietlen, alig járható terepet, a nyájat és a kutyákat is.